Köszöntöm a szubjektív nézőit. Annyi idős vagy, mint a gerincoszlopod. Ezt mondta József Pilates, a méltán népszerű Pilates torna megalkotója. Nos, honnan tudhatjuk, hogy hány éves a gerincoszlopunk, és hogyan tarthatjuk azt sokáig fiatalon? És valóban népbetegsége a hátfájása. Többi között erről is fogunk beszélgetni. A szubjektív vendége pedig Csajkás Kovács Szuzanna okleveles gyógytornász, akit sok szeretettel köszöntök, szervusz! Üdvözlöm a kedves nézőket, szervusz! Magyarországon végeztél, ugye, mint gyógytornász, ott nagy hangsúlyt fektetnek a gerincbetegségek megelőzésére. Etéren mi a helyzet nálunk? Igen, így van, Magyarországon végeztem, most már az idén van 20 éve, és az a tapasztalatom, hogy nálunk is egyre több figyelmet fordítanak a gerinc egészségének a védelmére, egyre jobban igyekeznek gerinc tudatosabban mozogni, élni a fiatalok, meg valójában a középkorosztály is, és az idősebbeknél is azt figyelem meg, hogy azért aktívabbak, mint régebben. Ugye azt mondtuk, hogy a hátfájás lassan népbetegségé válik. Ez talán azért van, mert sokat ülünk. Az ülés pedig egy oldalon terheli a hátat. Hogyan lehet ezt megelőzni? Ugye ülni kell, mert sok munkát tudunk úgy elvégezni, ha ülünk, és csak ülve. Valójában itt nem csak arról van szó, hogy hogyan ülünk, ugye a helyes ülés, annak a jelentőségére sokat szoktunk beszélni, de ahogy mondtad is, hogy ülni kell, és vannak adott szakmák, hivatások, amik megkövetelik, hogy adott testhelyzetben üljünk, és nem lehet a tankönyvi helyes ülést gyakorolni. Hogy mennyi időtartamban ülünk, azt sem lehet mindig ugye korlátozni. Amit fontosnak tartok, hogy az ülést meg kell szakítani, hanem hogy ne folyamatosan üljünk. Amikor tehetjük, 20-30 percenként felállni, átmozgatni egy kicsit a testünket, és utána visszaülni és folytatni az ülő munkát, hogyha már ez adódott nekünk, hogy ilyen munkát kell végeznünk. Tehát akkor tudatosan kell dolgozni, ülni, és figyelni arra, hogy mindig megszakítsuk ezt az ülő pozíciót gyakorlatilag, azért, hogy át tudjuk mozgatni a gerincünket. Ugye hát ez tudatosság tulajdonképpen. Igen, ez egy tudatosság, hozzá kell szoknunk, hogy kis szüneteket tartsunk. Mégis minden szokásunk valahogy kialakul, hát a gyakorlás árán jutunk oda, hogy szokássá váljon valami. Eleinte lehet, hogy ez kicsit megterhelőbb, hogy tudatosítani. Én már szoktam ajánlani valakinek is emlékeztető mondjuk a számítógépnek a képernyőjére, vagy a laptopra, hogy egyet fordulni, itt el lehet, ki lehet menni a mosdóba, el lehet menni egy pohár vízé, vagy csak felállni, tényleg egy pár perc helyzetváltoztatáson már nagyon sokat segít. És ugye sokat segít az is, hogyha megtanulunk helyesen ülni, de mi az tulajdonképpen, hogy helyesen ülni? Hogy néz ki a helyes ülés? Hát ez egy nagyon jó kérdés, milyen a helyes ülés, mert van a tankönyvileg, hogy hogyan üljünk, hogy a fej, nyak, törzs, alsó végtagok, felső végtagok helyzete milyen legyen, de azért nincs két egyforma gerinc, ami tankönyvileg adott személynek megfelel, egyáltalán nem biztos, hogy a másik személynek az ugyanaz a teljesen tankönyvi pozíció meg fog felelni. Itt figyelembe kell venni az egyéni testi adottságokat is, és akkor ezt egy találkozás alkalmával felkészíteni az egyént, hogy ő hogyan üljön, mi a számára helyes ülés. Amivel lehet az ülés hatását csökkenteni, mert a negatív hatását, én különböző segélyeszközöknek a használata. Én mondjuk nagyon szeretem a dinamikus ülőpárnát, ami egy ilyen dinamikusabb ülést biztosít, nem annyira statikus ülést. Ilyen apró dolgokkal is lehet könnyíteni a mindennapok. Erről a párnáról mondj még néhány szót, hogy képzeljük el? Mert nyilván ugye fölkapták a fejüket a nézők, hogy akkor ezt hogyan képzeljük el, és hol tudjuk ezt beszerezni? De sokáig, ez egy, mondjuk, amit én nagyon szeretek, az egy Németországban készített termék, Magyarországon kapható volt, én még a főiskolás éveim alatt találkoztam vele, akkor nálunk nem volt kapható, most már itt Szerbiában is be lehet szerezni, én úgy szoktam elmagyarázni, hát jó, nekem meg is tudom mutatni, hogy olyan, mint a
mint az egyensúlyozó párna, amit valójában most már lehet venni sportboltokban is, olyan, mint egy fánk, ugye, elképzelni, uh-huh. mint egy fánkot, és ez levegővel telt párna, ilyen gumis, szilikonos az összetétele. Az, ami teljesen kerek, olyan, mint egy fánk, az annyira nem kényelmes azért ülésre, az inkább a gyógytornához, vagy pedig tornához lehet használni, hanem ilyen ék alakú, hogy a kerek formának az egyik széle az egyenes. De ez egy nagyon jó ülés biztosít. Akkor ez alátámasztja tulajdonképpen a gerincet, vagy tehermentesíti? Tehermentesíti, és nem csak ugye az egész gerincet, hanem a csípőizületre is nagyon jó hatással van, és ameddig nem szoknak hozzá az egyének, akkor kicsit olyan, hogy jó, milyen furcsa ráülni, mert olyan, mintha úgy mozognának rajta, de valójában nem igényli azt, hogy mozogjunk rajta, csak a súly átvitel változik meg, nem csak két ponton oszlik el. Ugye elmondtuk, hogy milyen a helyes ülés, és hogy vannak segédeszközök is tulajdonképpen, amik ezt segítik. Milyen elváltozásokat okozhat a helytelen testtartás? Ugye itt most nem csak az ülő testtartásra gondolunk, hanem akármilyen helytelen testtartás. Hát a helytelen testtartás, hogyha huzamosabb ideig fennáll, akkor adott testrészeket túlterhel. Egyes részeken az izmok rövidülnek, az izmokat körülvevő egész testet behálózó kötőszövet is rövidül, rugalmatlan lesz, másik oldalon az izmok túlnyúlnak, és egy izomerő egyensúly felborulás alakul ki, az ízületi mozgásterjedelem csökken, és ezeknek a hatása lassan alakul ki, ez amikor elkezdődik ez a folyamat, akkor rögtön nem lesz tünete, rögtön nem kezd el fájni. Itt ott rögtön mondjuk a derekunk vagy a nyakunk, hanem úgy lassan-lassan alakul ki, és eljutunk egy pontra, amikor már megjelenik a fájdalom. Említettük, hogy helytelen ülés, helytelen testtartás. Most a helytelen ülés az akkor alakul ki, ugye, amikor a kezünket ugye folyamatosan egyenesen tartjuk, vagy ugye a számítógép előtt, és akkor nyilván a vállaink gyulladnak be. A helytelen testtartás meg amikor a fej előre bukik, az a leggyakoribb probléma? Hát valójában a helytelen a testtartás az lehet ülőhelyzetben, állóhelyzetben is. Itt több szintű elváltozás lehet, hogyha mondjuk felülről indulunk, akkor igen, megváltozik a fejpozíciója. De a leggyakoribbra gondoltam. Lehet előre tolt fejtartás, a vállak sűrűn előre esnek, a háti van egy fiziológiás görbületünk, ilyen S alakú oldalról tekintve a gerincet, hogy az fokozódik. Azt nevezik banyapúpnak? Az a nyaki gerinc és a háti gerinc közti átmenetnél az egyik csikójának a rárakodó szöveti elemeknek, mint egy duzzanata lenne. A has előboltosulhat, a test súlyvonala megváltozik, kicsit olyan pozícióba is kerülhetni, mint hogy előre felé dőlne az egyén. Ilyen elváltozások alapján. Ezek olyan elváltozások, amelyek korrigálhatóak, tehát nem tartós elváltozások? Lehet ezek ellen tenni tornával akár? Igen, lehet ellenük tenni, és kellene is. Mielőtt még ezek a helytelen testtartások rögzülnének, hogy minél tovább fennáll egy állapot, annál nehezebb korrigálni. Akkor elmondtuk, hogy ügyelnünk kell a helyes testtartásra, akár ülünk, akár állunk. Gerincünk megőrzése céljából milyen gyakran tornázzunk otthon, és milyen gyakran keressük fel a gyógytornást, illetve előbb talán a gyógytornát kellene felkeresni, és akkor utána kezdjük a tornákat otthon, ugye az alapján, amilyen tornákat javasol a szakember. Amire szeretnék kitérni, hogy beszéltünk a helyes testtartás, helyes ülés, helyes állás, de ezek azért statikusabb terhelések, ami fontos, hogy valójában helyes mozgásmintánk legyen. Mert nem jó, persze, hogy sokat állunk és sokat ülünk is, de hogy helyesen végezzük a mindennapi tevékenységeinket. Hogy olyan mozgásmintákat sajátítsunk el, amelyek nem terhelik a gerincünket. Ami fontos lenne, hogy a gyógytornászhoz forduljunk már, mielőtt panaszaink lennének. Uh-huh. Itt fontos az, hogy preventív jelleggel is fel lehet keresni a gyógytornászt, hogy megtanulja az egyén, hogy számára, például, hogyha elmondja, hogy milyen munkával foglalkozik, de még nincs semmi panasza, hogy neki mi lenne a fontos, hogy mire ügyeljen.
hogy korrigálja esetleg a mindennapi terheléseket, milyen gyakorlatokat végezzen, szabadidőben milyen sporttal foglalkozzon. Vannak számos klienseim, akik megkeresnek azzal, hogy ők mondjuk jógáznak, ami teljesen rendben van és jó, vagy pilátesre járnak, és szeretnék is folytatni, de hogy mivel van egy adott például nyakigerinc problémájuk, hogy akkor ezt mire ügyeljenek, és akkor ezt átveszük, hogy igen, hogy lehet ugyanúgy folytatni ezt a sporttevékenységet, csak itt módosítani kell az ő számára átalakítani, és akkor ezt megbeszéli az edzőjével, vagy jógaoktatóval, hogy hogyan fogja majd ő a jövőben ezt végezni. Egyébként az gyakori, hogy preventív jelleggel felkeresik a gyógytornászt, vagy általában akkor jönnek már, amikor a probléma kialakult? Az utóbbi években most már azért megkeresnek így preventív jelleggel. Régebben inkább az volt a jellemző, hogy amikor már fáj, és amikor már nagyon fáj. Szoktak várni, hogy úgy reménykednek, hogy elmúlik, de most már azért jönnek preventív jelleggel is. A beszélgetés elején ugye elmondtuk, hogy azért tudatosabbak vagyunk, ami a gerincük állapotát illeti, de mennyivel vagyunk tudatosabbak? Tehát azt jelenti, hogy a fiatalok is most már azért odafigyelnek arra, vagy náluk is előfordulnak ezek a gerinc problémák, hiszen köztudott, hogy sokat ülnek a számítógép előtt, telefon a kézbe egész nap, tehát mennyire figyelnek ők oda, mert hogy ugye az a kor, amikor talán jobban oda kellene figyelni. Én nagyon sokat foglalkozom a serdülőkkel, kamaszokkal, és pont a gerinc problémákkal, gerincfertőzés specialista gyógytornász vagyok. Náluk még azért nem mondható el, hogy annyira azért jönnek, mert ők szeretnének gerinctudatosabban élni. Ugye az egy korrektív torna, ott a szülő az, aki a gyerekkel ezt egyeztet, hogy tornázni jó lenne. Inkább a középiskola vége felé látom azt, hogy akkor kezdenek inkább, amikor már fontos lesz nekik, hogy néznek ki. Inkább valahogy úgy érzem, hogy lehet, hogy jobban erről szól. Nem tudom mennyire valójában arról, hogy most egészséges legyen a gerincünk, de a lényeg, hogy mozognak, reméljük, hogy jól mozognak, ami olyan fontos is, hogy helyesen végezzék a gyakorlatokat, amit látok, hogy egyre több ilyen kis mini fitness stúdiók is nyílnak, és sok fiatal van bennük. Remélem, hogy ezek mind jó hatással lesznek. Tudják ők, hogy melyek azok a mozgásformák, amelyek az ő gerincük állapotára jók, vagy hatnak? Ezt csak remélni tudom. Nem tudom, én nem dolgozom azokban a stúdiókban, hogy nem tudom, erre nem tudok válaszolni. A fiatalok, amikor felkeresnek téged, akkor melyek a leggyakoribb problémák, amelyek megkeresnek? A kamaszoknál sajnos nagyon gyakori a gerincferdülés, ami lányoknál sokkal gyakoribb, körülbelül háromszor több fordul elő lányoknál, mint fiúknál. Az utóbbi időben viszont egyre több fiú páciensem is van. Nagyon fontosnak tartok, hogy ki kellene nagyobb hangsúlyt fektetni a gerincfeldésnek a kiszűrésére, mert megelőzni nem lehet, de amit nagyon fontos, időben fel lehet fedezni. És hogyha időben van felfedezve, akkor azért sokkal nagyobb az esélye a kezelés eredményességének. És amit fontosnak tartok, hogy a szülőknek az edukációt, hogy tudják, hogy mit nézzenek, milyen sűrűn havonta, nem kell havonta elvinni a gyógytornászhoz, a gyógytornász megtanítja, hogy mit kell nézni, hogyan kell nézni, és hát valójában csak ne az legyen, hogy rábízzuk az éves egyszeri iskolával elmennek az egészségházba vizsgálatokra, hanem a szülő is vegyen részt a gyermekének az állapotának a követésében. Ami a kisebb korú gyermekeknél, ott meg inkább a hanyagtartás az, amit sűrűben veszek észre, hogy úgy olyan hirtelen, hogy bekerülnek az iskolapadba, ott már elkezdenek ülni, és úgy nincsenek annyira felkészítve, hogy testileg az izomzatuk sem arra, hogy sokat üljenek. Beszéltünk a serdülőkről, a picúrokról, hát most az idősebb korosztályt is említsük meg, náluk is azt hiszem, hogy sok a probléma, és számukra is nagyon fontos lenne a rendszeres testmozgás, és mi az a testmozgás, amit neki kijavasolt? Az idősebb korosztálynál, ami a gerinc problémákat illeti, hogy a nőknél sokkal gyakoribb ugye a csontritkulás, a csontritkulásból adódóan lehet szintén egy fokozottabb háti görbület, egy előre ívelő gerinc,
náluk nagyon fontos szintén a nyújtógyakorlatok, az intenzív séta például, az is nagyon jó tesz, mert az a szív- és érrendszerre, légzőrendszerre nagyon jó hat, de az idősebb korosztály is ugyanúgy végezheti mondjuk a gerinctornát, annak lehet a dinamikusabb gerinctorna változatát is végezhetik, csak a saját edzettségi szintjükhez mérten. Szóval egy idősebb egyén is részt vehet egy dinamikusabb órán, annyi, hogy mondjuk az órán én figyelembe szoktam venni, hogy úgy tartsam meg, hogy elmondom, hogy egy adott gyakorlatnak van könnyített verziója, meg nehezebb, és mindenki azt végezze, amit helyesen tud, mert ez a legfontosabb, hogy úgy lesz jó hatás, hogyha helyesen végezzük a mozgásokat. Hányszor javasolt a gyújtorna hetente, akár otthon, akár gyújtornászal, és milyen eszközök állnak a rendelkezésre, amit tudtok használni? Hát valójában problémától függ, hogy kinek milyen sűrűn kellene végezni a gyakorlatokat. Mondjuk a preventív jellegű tornáról beszélünk, akkor adott gyakorlatokat mondjuk napi szinten nagyon érdemes elvégezni, mondjuk reggeli ébredés után sokkal könnyedemmel menjenek a mozgások. Egy pár gyakorlattal rászánunk 10 percet, és már sokkal könnyebb lesz a napunk, vagy este is lehet levezetésképpen, hogy a napi terhelésből adódó tüneteket enyhítsük. Azon kívül hetente mondjuk 3-szor erősítő, stabilizáló tornán részt venni, az is nagyon jó. Beiktatni hetente párszor sétát, vagy kerékpározást, vagy úszást, kinek melyik sportág áll közelebb hozzá. És a séta az fontos az idősebb korosztály számára? Mindenki számára fontos, egy nagyon jó, elérhető eszköz nem igényel, egyedül egy jó lábbelit, egy tempós séta az csodákra képes. Sok minden fontos dolgot hallottunk tőled a gerinc megóvása érdekében. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba, és mindenről tudtunk beszélgetni. Köszönöm. Önöknek köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.